Sziasztok! A mostani videóban megmutatom nektek, hogy hogyan kell elkészíteni az afrikai virágot. Kétféle fonalat fogok használni, citromsárgát és rózsaszínt. Ezt a fajta mintát többféle színnel szokták általában készíteni, mert ennek négy rétege lesz. Kezdjünk is hozzá. A citromsárgával fogok kezdeni. Készítek 6 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majd ezt összekötöm az elejével és a végével egy kört képezve. Így. És miután ezzel megvagyok, ebbe a körbe készíteni fogok egyrehajtásos pálcákat. Először is emelek 3-at. 1, 2, 3. Majd ugyanide készítek még egy egyrehajtásos pálcát. Ez lesz egy pár. Emelek egyet, és megint készítek még egy párat. 1, 2. Megint emelek egy láncemet, és megint készítek egy párat. 6 darab pár lesz. 1, 2. Megint készítek egyet. 1, 2, és emelek egy pálcát, vagyis egy láncemet, megint készítek egy párat. 1, 2, megszámoljuk mennyi van, 1, 2, 3, 4, 5. Jó, emelek még egy láncemet, és készítek még egy utolsó pár egyrehajtásos pálcát. Jó, megint emelek egyet, és összekötöm az elejét a hátuljával, mégpedig itt az első 3 láncszemnek a legtetején lévő láncszemmel fogom összekötni. Jó. Ezáltal kaptam egy másik kört, amiben 6 darab egyrehajtásos pálca pár van. Most pedig megfogom a rózsaszín fonalat, és fonalváltás fog történni, ez is fönt van a videó között. Meg tudjátok nézni, hogy hogyan működik, de most úgy is megmutatom. Kicsit becsomósodott a fonalam. Na, hurkot teszek az ujjamra, rajta hagyom ezt, hogy itt maradjon, és ráhúzom a másikat is, ugyanúgy ráhurkolva, áthúzom az egyiket a másikon, és hagyom, hogy az itt lévő csomó, ami itt van, ez hátul maradjon, hogy amikor meghúzom a hátsó citromsárgát, akkor ez a hurkom az ott kívül van. Így el tudom majd takarni, és szép köröm marad. Jó, most megint egyrehajtásos pálcákat fogunk készíteni, méghozzá úgy, hogy ezekbe a részekbe, a köztes részekbe elkészítünk a motívumot. Vagyis kezdek rögtön egy darab egyrehajtásos pálcával, 1, teszek bele még egyet, emelek 2-t, és megint egyrehajtásos pálca. Jó, emelek 1-et, és ide a 2 közé megint elkészítek egy motívumot. Így hívom azt a részt, amikor 2 darab egyrehajtásos pálca van, közte 2 darab láncem, és megint 2 darab egyrehajtásos pálca, így könnyebb megjegyezni, hogy mindig ugyanaz a folyamat jön. Ezt én motívumnak hívom. De persze természetesen valójában nem ez a neve, csak így egyszerűbb megjegyezni. 1, 2, és megint jön 2 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, megint emelek egyet, és megint jön egy motívum. 2, emelek 2 láncszemet, és megint jön 2 egyrehajtásos pálca. Itt most csak egy láncszemet, és megint a 2 közé, ugye itt van 2 darab egyrehajtásos pálca, és a 2 közé beteszem. Megint jön 2 darab láncszem. Bocsánat, közben a kislányom hangoskodik.
sajnos ellentétesen alszanak, és így nem tudom megoldani, hogy akkor vegyem fel a videót, amikor mind a kettő alszik, úgyhogy néha lesznek ilyen hangoskodások. Szóval megint jön egy utolsó. Kettő darab láncszem, és megint egy, na is közben folyamatosan becsomósodik a fonalam, és kettő, és jön az utolsó rész, megint egy láncemet emelek, és ide a kettő közé elkészítem az utolsó motívumomat, egy, kettő, emelek két láncemet, egy, és kettő, egy darab láncem, és ide fogom letenni ebbe, ugye itt az első egyrehajtásos pálcának a tetejére, ezzel fogom összekötni az elejét és a végét. És most pedig elkészítjük a virágnak a közepét. Ezekbe a részekbe fog történni, ide jönnek a szirmok lényegében. Rögtön egy egyrehajtásos pálcával fogom kezdeni, és ide középre, ebbe a lukba 7 darab egyrehajtásos pálca fog készülni. 2, 3, jaj, de csúnya fonalom, 4, 5, 6, és 7. És miután ezzel meg vagyok, utána ezt a szírom részt ide le fogom tenni egy rövid pálcával. Így. Most megint jön az újabb 7 darab egyrehajtásos pálca. 2, 3, 4, 5, 6, 7. És most megint ide leteszem egy rövid pálcával. Lehet csúsztatott szemmel is, akkor szebben néz ki ott az a rész, csak akkor utána nem fogjátok tudni olyan könnyen benyomni a horgulótűt, mert általában a csúsztatott szem az nagyon lapos. Azért szeretem én ezt inkább jobban bele. 4, 5, 6, és 7. És még lesz 3 darab ugyanilyen, és utána újra visszatérünk a citromsárgához. Ebből a virágból lehet készíteni állatokat, például teknősbékát, lehet készíteni táskát, takarót. Én a kislányomnak készítettem belőle párnát, díszpárnát, ami nagyon puha. Még 3 darab. 1, 2, de láttam már belőle mellényt is, rúg felső részt. Így mentem a sorokon, és most pedig, ugye itt vagyok, összekötöm az elejét és a hátulját, ezt pedig ide a kettő közti részbe fogom letenni, ugyanúgy egy rövid pálcával. Így. És most pedig újra színváltás fog következni. Ugye, mint láthattátok, én nem vágtam el a citromsárgát, normál esetben minden egyes résznél el kell vágni a fonalat, de mivel, hogy ugyanazzal a színnel fogom folytatni, ezért én csak megint színváltást fogok készíteni, és így nem kell elvágnom a színt. Fogom, ráhurkolok, és egyszerűen áthúzom, és jószorosan oda teszem a tövéhez. A rózsaszínnel meghúzom, így. Jó, és most pedig körbe fogjuk horgolni a szirmokat. Most szépen látszik, hogy minden szirom már kialakult. A szirmokat úgy kell körbe horgolni, hogy minden egyes rövid, vagy egyrehajtásos pálca közti részbe kell rakni a hurkot. Rövid pálcákat fogunk beletenni. Kezdjük itt rögtön az elején, és körbe megyünk teljesen mindenhol, a köztes részekben is. Töltöttem a virággal, körbe mentem, ahogy mondtam, minden egyes egyrehajtásos pálca közé raktam, nem a tetején részbe, és így ezáltal nagyon szép lett a virág. És most pedig elkészítjük a szegély részt, amivel
összevarhatóvá fog válni a virágunk. Nekem maradt ugyanaz a szín, de ilyenkor egyébként érdemes valami olyan színnel, fehérrel, vagy valami másfajta színnel csinálni, amivel kiemelődik az egész motívum, az egész minta, ami a belsejében van, és sokkal szebb lesz az egész formája. Megint színt váltok, és most el fogom kezdeni kialakítani a szegélyt. Most itt vagyok középen, de nekem ezt a részt mindegyiknél ki kell majd hagynom, ezért egyet elcsúszok oldalra. Egy sima, egyszerű húzószemmel. Emelek 3-at, és itt is egy ráhajtásos pálcákat fogok készíteni. Annyi a lényege, hogy számolnom kell. 3-at teszek egyik oldalra, 3-at a másikra, és középre pedig 2-t fogok tenni. 1, 2, ide jön a harmadik. Kettő, három, négy, öt, hat. Jó. 1, 2, 3, 4. Akkor ide középre készítek 2 darab egyrehajtásos pálcát, úgy, hogy közben emelek egyet, ide teszek egyet, emelek egyet, és megint beteszem középre. Aztán haladok tovább. 1, 2, hoppá, még egyszer. 2 és 3. És megyek tovább. Kihagyom a középrészt, ahogy mondtam, ezt, és ide teszem a következőt. 1, 2, 3. A negyedikben megint dupla lánc, vagy egy ráhajtásos pálcát teszek, úgy, hogy közben emelek egyet. Megint teszek ugyanebbe a lukba, egy emeléssel. És megint megyek tovább, számolok. 1, 2 és 3. És megint kihagyok egyet. Itt a közép részt, ezt megint csak kihagyom. Mellé teszek megint. 1, 2 és 3. És ha jól csináljátok, akkor a negyedik, amiben duplát kell tenni, mindig a csúcsán lesz. Ezért kellett 7 darab egyrehajtásos pálcát készíteni a virágszíromnak. És hogyha szépen haladtok sorba, akkor jól látszik, hogy a virágnak már szépen alakul a szegélye, de ugye, hogyha én más színből csináltam volna ezt a részt, akkor sokkal jobban látszódna, így a szín miatt annyira nem látványos. És most megyek tovább megint. Számolok 1, 2 és 3, és a középrészt megint kihagyom. A középrész jól látható, mert az egy picit nagyobb luku, mint az összes többit. Jól látszik, hogy ezek jól rásimulnak a virág tetejére, itt pedig van egy nagyobb luk, amivel, hogyha még el is tévesztitek, akkor jól látszik, hogy ott az a középrész. 2, 3, és jön a negyedik. Emelek egyet, és ismét bele. Szóval, összegzésben. Készítek 6 darab láncszemet, a 6 darab láncszembe készítek 6 darab egyrehajtásos pálcapárt, úgy, hogy mindegyik közé teszek 1 darab emelést. Onnantól kezdve, hogy kialakul 6 darab egyrehajtásos pálcapár, lesz egy nagyobb luk köztem, mivel hogy ugye tettem oda egy nagyobb láncszemet, oda fogok készíteni 6 darab motívumot. A 6 darab motívum tetejébe pedig mindegyikbe teszek 7-es darab egyrehajtásos pálcát, ezzel alakul ki a szírom. Majd miután ezzel meg vagyok, körbe szegélyezem egy vékony rövid pálcával mindegyik láncemnek a belsejébe. És amikor ezzel kész vagyok, akkor pedig teszek egy vastag szegélyt, amitől kialakul a virágnak a végleges formája, ennek az egész motívumnak, és innentől kezdve, hogyha sok egyforma ilyet készítetek, akkor ezeket a részeket itt össze fogjátok tudni illeszteni, és ezáltal nagyon szép formákat, bármilyen tárgyat tudtok belőle készíteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem sikerül mindenkinek elkészíteni, sok sikert kívánok hozzá, ha bármiben tudok segíteni, nyugodtan szóljatok, további szép napot, sziasztok!